nap hatalmas mennyiségű ingyen energiával látja el a Földet. Erejének felhasználásával környezetbarát módon energiát nyerhetünk. Ez a jövő egyik legfontosabb tiszta energiaforrása. Az Energia Klub Napkorona Bajnokság címmel versenyt hirdetett, melyben ösztönzi és díjazza a napenergia felhasználásában legaktívabb magyarországi településeket. Azokat a városokat, falvakat, amelyek a legjobban használják ki a naperejét. Napkorona Bajnokság az Európai Megújuló Energiaforrások Ligának a hazai kezdeményezése. A verseny mintájaként a Németországban immár 8 esztendeje megrendezett Solar Bundesliga, illetve a Csehországban 5 évvel ezelőtt elindított Solarni Liga szolgált. A program bemutatja a követendő példákat a szélesebb nagyközönségnek, sőt, a magyar győztes a nemzetközi szintéren is megméretteti magát. Ebben az évben Franciaországban tartották meg a nemzetközi díjkiosztót. Mi magyarok is ragyogóan szerepeltünk. Orosháza a közepes méretű település kategóriában a REST Champions League ezüstérmét kapta. A verseny az mindig, ahogy az előbb említette, a megmérettetés, győzni ki nem szeret. Hát mindenki szeretne győzni, és mi hál' Istennek nagyon komoly elismerésben részesültünk, hisz európai különdíjat és kategóriánkon belül hazai különdíjat nyertünk. Orosháza azzal érdemelte ki a Napkorona különdíjat, hogy az energiahatékonyság jegyében szinte valamennyi közintézményét felújította. Ezek majd mindegyikére napkollektor is került. Azt valljuk, hogy ez egy ingyen jövő energia, amit igenis kell hasznosítanunk, mert az összes többi, főleg a fosszilis energiák fogytában vannak. Persze a város számára másként is hasznos lehet ez a szemlélet. Ahol bár használjuk a napenergiának az áldásos erejét, ott megközelítőleg 30%-kal kevesebb energia szükségeltetik éves szinten. Orosházán nem csak a napenergiáját hasznosítják. Jelenleg tervezési és pályáztatási szakaszban van egy 10 megawattos geotermikus erőmű megépítése is. A Napkorona bajnoksághoz az első évben már 82 település csatlakozott. A szervezők bíznak abban, hogy a szemléletváltáshoz ez a verseny is nagyban hozzájárul. A Napkorona bajnokságban jelentkező úgynevezett követendő példák alapján láthatjuk azt, hogy érdemes a napenergia hasznosításba gondolkodni. Eljött az idő napra váltani, hiszen a kiváló természeti adottságok alapján a jövőben napnagy hatalom lehetünk. Dötkön megértették az idők szavát. Az 5000 lélekszám alatti települések kategóriájában ez a Zsákfalu az abszolút bajnok. Dötke egy elég speciális hely. Egy pici, 26 fős falu, gyönyörű belső és külső értékekkel, tehát gyönyörű természeti értékekkel és épített értékekkel. A helyi ökorégió alapítvány épületét már régóta napkollektorok borítják. A fő célkitűzésünk az, hogy egy ökológikus vidékfejlesztési modellt valósítsunk meg. Ennek a központi része ez a Dötke Ökológiai Vidékfejlesztési Tájközpont, aminek az épület ez a gyönyörű ökoház, különböző ökokörnyezet technológiákkal felszerelve. Az alapítvány úgy döntött, hogy a gyakorlatban is bemutatják, miként lehet esélye egy látszólag esélytelen településnek. Pont megmutatni a kis településeknek azt, hogy a látszólagos hátrányos helyzet az a valójában előny, és hogyan tudnak egy másfajta gondolkodásmóddal a hátrányos helyzetből előnyt kovácsolni. Dötk, mint minden díjazott, a díszoklevél mellé egy település táblát is kapott. Kis település után következzék egy nagy ágyú. Az 50 000-esnél nagyobb városok kategóriájában Budapest 3. kerülete vitte el a díj mellé járó napraforgót. Mindezt leginkább egy nagy beruházásnak köszönheti. Mögöttem az ország legnagyobb lakóépülete, a faluház látható. Ez 3. kerület egyik büszkesége, pláne most, hogy ugye föl lett újítva. Óbudát a közel 900 lakásos épület tetején felépített 1500 négyzetméter napkollektor segítette hozzá a győzelemhez. Az itt élők részletes tájékoztatás után döntöttek a beruházás mellett. Az egyik legnehezebb feladat az elején a lakóknak a meggyőzése volt. 3 órán keresztül folyamatosan kérdésekkel ostromoltak minket, de mivel minden kérdésre tudtunk válaszolni és megnyugtató válaszokat tudtunk adni, ezért gyakorlatilag, amikor ennek a megbeszélésnek vége volt, akkor felálltak és elkezdtek tapsolni. Ez számomra nagyon megható volt, mert ez személyes életemben is egy meghatározó élmény volt ez a beszélgetés. A beruházás 1,2 milliárd forintba került. Ebből 280 millió forintot az Európai Uniótól kaptak. A többit állami pályázatból, önkormányzati forrásokból és lakossági önerőből teremtették elő.
A faluház felújításával az önkormányzat példaértékű beruházást akart megvalósítani. Teremtsünk egy olyan példát, amit utána kerület szerte, vagy akár ország szerte is le lehet utánozni, és hasonló felújításokat lehet indítani ezzel. A faluházban a fűtés és a melegvíz hőigénye a becslések szerint 40-50%-kal csökken. Az új hőszigetelés nyáron is hasznos, hiszen így a klímaberendezésekkel is lehet spórolni, sőt a zajszint is kisebb lett. A lakások ára viszont 10%-kal emelkedett. Amikor valaki megkérdezi, hogy mi a megtérülése ennek a beruházásnak a lakók szempontjából, akkor én azt tudom mondani, hogy ha belevesszük az ingatlanban bekövetkezett értéktövekedést, akkor nulla nap a megtérülési idő. Óbudán más módon is segítik az ott élőket. Az önkormányzat amellett ugye, hogy népszerűsíti az itt megszerzett tapasztalatokat, fontosnak tartja, hogy egyéb módon is segítse a lakosságot az energia megtakarításban, ezért itt a faluház aljában nyitunk egy irodát az Energiaklubbal közösen. A sokoldalú megközelítésre máshol is akad példa. A 480 lakosú nagypáli polgármestere átfogó tervet készített a falu fejlesztésére. Ennek szerves részét képezi az ökocentrum. Ezen az innovációs centrumon négyféle megújuló energiaforrást használunk, ezek közül kiemelkedik a napenergia hasznosítása. Az önkormányzat épületein is ott láthatók a nap hasznosításának jelei. Mindez itt is jelentős haszonnal jár. Nálunk 3 hónappal rövidebb a tél, hiszen az önkormányzat épület együttes blokkján is, illetve ezen az épületen is a tél eleje és a tél vége az nem más hagyományos fosszilis energiával biztosított fűtés, hanem a napenergia pótolja ezt a fűtési energiát. Csak az önkormányzati épületeknél mintegy 2,5 millió forintnyi gázt takarítanak meg évente, de a költségek csökkenése nem minden. Én úgy gondolom, hogy az emberek életkörülményeit nem csak a pénz, hanem az élhetési viszonyok is meghatározzák. Kohézióba kell ennek lenni. Nyilván egy egészséges környezetben egészségesebb emberek élnek. Az önkormányzat szemléletét a helyiek is átvették. Ezzel ők is növelik Nagypáliban a megújuló energiaforrások felhasználását. Azt mondanám egy magyar mondás, hogy jó példával járj elől, és akkor meg kell nézni a lakótelepen, hány házal jelentek meg a napkollektorok. Az első napos verseny 2010-ben hirdetett eredményt. A bajnokság azonban folytatódik. Bízom abban, hogy a Napkorona díj minél több település számára a Beer Prestige értékel, és egyre több település fog csatlakozni ehhez az európai kezdeményezéshez. Erre minden esély megvan, hiszen a nyertesek mindegyike kész átadni tapasztalatait a hozzájuk fordulóknak. Ha adott esetben valamely településnek az érdeklődését felkeltettük a napenergia hasznosításával kapcsolatban, tisztelettel várjuk, jöjjenek, tájékozódjanak nálunk, átadjuk a tapasztalatainkat, ami remélem, hogy meggyőző lesz számukra, hogy igenis érdemes ebben foglalkozni. A Napkorona bajnokság nagyon jó lehetőséget biztosít arra, hogy valóban az adekvát technológiákat ismerik meg a döntéshozók. Ezeknek már olyan nagy a hatásfokuk, hogy gyakorlatilag borult ég mellett is képesek meleg vizet előállítani. Ez gondolatébresztő is lehet mások körébe, és minél többen ébrednek föl, annál nagyobb hasznot teszünk mi a közösség a nemzet számára. 4 település, 4 különböző, mégis hasonló hozzáállás. Ők már egyszer indultak a versenyen, és nyertek. Induljon és nyerjen az ön települése is a napenergiával.